Mindjárt a mérkőzés elején érvényesítette magassági fölényét a Bydgoszt, legfőképpen támadásban, igaz a lepattanók megszerzésében fölvette sokáig a versenyt a Szekszárd, de igazándiból kevés jó dobóhelyzetet tudtak kialakítani a kékek. És a lengyelek amerikai irányítójával, a 25 pontig jutó McBride-dal nem tudtak az egész mérkőzés alatt mit kezdeni. A szekszárdi csapat szempontjából vészjósó volt, hogy a csapat első számú játékosa Erika McCall megsérült a bokáján, olyannyira, hogy ki kellett szálljon a játékból egy jó ideig az amerikai erőcsatár, csak az utolsó negyedben volt újra bevethető. Sajnos ekkor ment el végleg a meccs. Az addig jobbára ledolgozható 6-7 pontos különbségből 17 lett. A Kayseri-Szekszárd védekezése ekkor, nincs rá jobb szó, szinte összeomlott, és a továbbjutással kecsegtető 77-60-ra nyert a Bydgoszt. A szekszárdi csapatban az általában távolról eredményes 15 pontig jutó Elderbrink és a 13 pontos ausztrál Bishop játéka emelhető ki. A magyar játékosok közül Gereben dicsérhető, sajnos Erika McCall kiesését a játékból nagyon megélezte a csapat, amire eddig nem igazán volt példa. Mert ezen a meccsen nem úgy volt csapat, ahogy szokott. A jövő szerdai szekszárdi visszavágón lehet és kell is javítani.